ezt a mai szolgálathoz használjátok szívesen. Köszönöm szépen! Kiengedjük a kocsi színből. Mit kell megnyomni? Lehúzni onra. Lehúzni. Első vágány mellett kérem vigyázzanak. Szerelvény áll ki a kocsi színből. Pataki Szabolcs, az M2 Petőfi TV szerkesztője, a váltókezelői munkakört próbálta ki. A nap Cinkotán, az oktatóteremben indult. Mikor ültél utoljára az iskolapadban? Ha az ember beül az iskolapadba, akkor tényleg megkapja azt az elméleti alapot, ami szükséges ahhoz, hogy ide feljöjjön. Ugye vannak jelzőberendezések, táblák, karok, aminek az elméleti működését kell tudni ahhoz, hogyha ide bekerül az ember, akkor tudja, hogy mit húz meg, miért húz meg, és mi a célja az egésznek a működésének. El kell fordítani. Tibi is lássa. Segítek egy picit. Tehát ez a cucca, hogy micsoda? Váltózár. Váltózár, hogyha igen, ezt bátran be kell tenni, azt a is el kell fordítani magadra. Így. Át lehet állítani. Így van. Röviden ennyit akkor a váltókezelésről, és hát eseménymenti szolgálatot kívánok. Irány a torony. Hogy keltél fel ma reggel, amikor csörgött az óra, akkor mire gondoltál? Nem voltam annyira izgatott, mikor ide érkeztem, mint amikor megláttam azt, ami vár rám. Ugye, amikor belép az ember egy ilyen toronyba, akkor gyakorlatilag akkor eszmél fel, hogy hoppá, itt azért eléggé nagy felelőssége van az embernek. Gyakorlatilag a közlekedést irányítom, és emberek ülnek a szerelvényekbe, és ez egy felelősségteljes munka. Tehát reggel, mikor felkeltem, akkor hát ilyen könnyedén elindultam, aztán megérkeztem ide, és rájöttem, hogy itt bizony figyelni kell. Kettes, négyes váltót viszont lenti állásba kínál. Egyesével. Ezt ültem, hogy itt valami hét karambol lesz, mint tudjuk venni, forgatottunk, aztán állítottunk. Egy percet még kérem, akkor nyugodtan, most zöld jelzést megadunk. De akkor a másik kérem. Sokfele jártam már ezelőtt, sokfele forgattam, voltam már légi forgalomirányító központban is, és ahhoz tudnám leginkább hasonlítani ezt a munkát. Ugyanakkor ott ugye számítógépeket láttam mindenhol, itt pedig azért itt van a vasnak, az olajnak a szaga, tehát hogy egészen kézzelfogható, egészen érezhető ennek az egész munkának az illata itt a levegőben, és ettől valahogy ilyen igazi fiús szakma ez az egész.